Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, május 18-án, kedden 17 óra 20 perckor. További 3 évre Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balettszínház igazgatója. A társulat új darabokkal készül a közelgő nyitásra, addig is online térben tekinthetők meg az előadások. Köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Az elmúlt héten megkaptuk a hírt, amire már vártunk, hogy 3 intézmény élére is új igazgatót nevezett ki polgármesteri hatáskörében eljárva Cserpalkovics András. Vendégem pedig a régi új igazgató, Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balettszínház vezetője. Örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen a meghívást. Hát papírforma eredmény született. Hát ebbe a sportba úgymond sosincs papírforma, mert mindig lehetnek meglepetések, de nyilván elkezdtünk közösen egy építkezést 3 évvel ezelőtt a városvezetéssel, amikor ugyanis megkerestem a várost ezzel az elképzeléssel, a városvezetést, hogy mi lenne, ha lenne Székesfehérvárnak is egy balettszínháza, és hát nyitott ajtókat, nyitott kapukat döngettem. És elkezdtünk egy építkezést, ami hát elég gyorsan haladt, és nagyon eredményesen. És ha ilyen szempontból nézzük a papírformát, akkor lehet annak is tekinteni, bár én nem tekintem annak, hiszen egy balettigazgató mindig és minden nap megmérettetik, és én így tekintek erre a küldetésre, mint ahogy a táncművészek is, és minden ember tulajdonképpen megmérettetik. De ez így van jól, és nagyon megtisztelő polgármester úrnak ez újfent megszavazott bizalma, ami nyilván arra épül, hogy mi nagyszerűen tudtunk és tudunk együtt dolgozni ezért az intézményért. Ennek kézzelfogható, látható, érezhető, tetten érhető eredményei vannak, és hát nagyon bizakodva és örömtelien nézek elébe a következő 3 évnek. Nos, hát ugye a táncszínházi előadásokból bővelkedtünk, hiszen csak azt mondom, hogy Homokrajzok, Aladdin, Rómeó és Júlia, Diótörő, Bolero, aztán Franz, Carmen Est, Carmen Szeszély, Aritmia, Fantomfájdalom a legutolsó, tehát az a nagyszerű film, amely azt hiszem, hogy megdobogtatta minden művészetkedvelő szívét. Sikerült az elmúlt 3 esztendőben az elképzeléseidet megvalósítani ennek tükrében? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a vártnál fölül teljesített a társulat és az intézmény, hiszen igazából olyan szempontból talán, és ezt idézőjelbe teszem, könnyebb dolgunk volt, hogy nem volt mihez viszonyítani. Tehát tényleg a nulla kilométer kőtől indultunk. Most már viszont van mihez mérni, és szeretnénk továbbfejleszteni, legalább ilyen tempóba építeni a társulatot, úgyhogy a kérdésedre a válasz egyértelműen igen. Kortárs táncszínház, ugye, amit műfaji megjelölésként gyakorta használunk. Mennyire szokta meg, szerette meg a fehérvári közönség ezt a fajta balettszínházat? Hát ha én nekem kell erre választ adnom, akkor mindenképpen azt mondom, hogy megszerette, és egyre többen szeretik meg. Most nem a mi oldalunkra játszik ez a járványhelyzet, de remélem, hogy jövünk ki belőle. Egyre nagyobb a közönség tábora a viszonylag kevés előadás szám mellett is a balettszínháznak. Én nagyon bízom abba, és ez az egyik legnagyobb feladatunk, hogy minél több előadást tudjunk tartani a Város Színházában, a Vörösmarty Színházában. Ez egy komoly terv és elsődleges feladat, hiszen úgy lehet a közönséget megnyerni egy műfajnak, hogyha játszunk. És ehhez ugye előadás számot kell teremteni. Ugye ez az egyik fele a történetnek, a másik pedig a Nyílt Napok, illetve a Mozdulyfehérvár, és majd a későbbiekben beszélünk az Együtt Egymásért akció. Nem is akciónak mondanám, hiszen ez egy olyan programsorozat, ami példaértékű. Ez mennyit segített abban, hogy jobban megismerjenek benneteket? Nagy mértékben. Megvan mindennek, minden rossznak is az előnye, tehát ez a mostani járványhelyzet az online térbe szorította az előadó művészetet, ami nagyon bízom abban, hogy nem kiszorítja abba a térbe, ami a valós közege, tehát
egy delfint is ki lehet venni, és locsolgatni vízzel, el van egy darabig, de nem az az ő közege, a tenger a közege. Az online tér nagyon jó, tehát ez egy nagyon fontos program, ugye a Győri Balett kezdeményezésére, ami az egyik legidősebb kortárs táncszínház a hazánknak, és örömmel, boldogan csatlakoztunk ehhez a programhoz, amit tulajdonképpen két részből állt, egy közös fotózás, ahol a jelentősebb társulatai, Magyarország legjelentősebb kortárs társulatai egy plakáton, egy poszton, egy fotón egy-egy táncművészükkel képviseltették magukat, illetve egy közös gyakorlat, az pont két napja volt, a világhírű balettművész tartotta, Vladimir Malakhov, és online Zoom-on keresztül 6 vagy 7 társulat, magyarországi kortárs társulat csatlakozott ehhez a közös gyakorlathoz. Igen, volt szerencsém látni a honlapon a köszönetnyilvánítást. Én azt hiszem, hogy az egy fajsős történet, ha ő ellátogat hozzánk és részt vesz ebben a munkában. És egyfajta történelmi lenyomat ennek a kornak. Tehát ezt visszakeresik akkor, hogy hogyan létezett vagy létezik, ma még nem múlt időben beszélünk róla, de remélem hamarosan már múlt időben tudunk erről beszélni, hogy hogyan létezik, hogy éli túl az előadó művészet az élni akarásával a közönség javára ezt a nehéz időszakot. Nos, én bizakodó vagyok, hogy előbb-utóbb véget ér a koronavírus járvány, és nyitnak a színházak. Mire készültök a következő időszakban? Sok előadásra, ez mind online térben megmaradunk, szerintem ez meg fog maradni most már, és ez jó. Még egyszer nagyon hangsúlyozom, hogy nem pótolja, hiszen ez teljesen más élményt ad egy élő színházi előadás, mint egy online térben megnézett előadás. De nagyon sok előadásunk van, például most a Nemzeti Táncszínházzal egy közös produkció, egy nagyon nagyszabású produkció, a Hattyúk tavára készülünk, ami természetesen nem a klasszikus változata, feldolgozása a darabnak, hanem egy kortárs táncszínházi változata. És Aladdin gyerekdarab, most lesz a bemutatója a Vörösmarty Színházba, ez még online térben, de hamarosan remélem eljut az ifjúsághoz ez a nagyszerű produkció, ezt Nemes Zsófia készíti, vendégkoreográfus a társulatnak, a Franc, tehát Kafkáról készített darabunkat online is és élőben is a Nemzeti Táncszínházba fogjuk játszani hamarosan. Turnék, arról még nem beszélnék, de most épp egy impresszárióval tegnap tárgyaltam, nagyon komoly két turnéról kezdtünk el tárgyalni. Nagyon sok feladat áll előttünk, és hát úgy érezzük magunkat, mint a versenylovak, amikor az a bizonyos karámban vannak, és várjuk, hogy kinyíljon az ajtó, úgyhogy nagyon sok van a palettánkon. Nos, hát én bízom benne, hogy ez a műsorterv megvalósul, hát ehhez kell természetesen a Covid nélküliség is nekünk. Ehhez kívánok erőt, egészséget, sok-sok próbát, nincs kétségem felőle, hogy újra fogunk találkozni számtalan előadáson. Köszönöm szépen. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a palettát. Megújul a színház belső tere az újranyitásra, a társulat is készül már a nyárra, 4 helyszínen mutatják be a nyári színház darabjait. Sajtótájékoztató keretében ismertették a Vörösmarty Színház újranyitásának menetrendjét. Cserpalkovics András polgármester örömének adott hangot, hogy az új évad előtt az önkormányzat támogatásával megújulnak a teátrum belső terei is. Nagyon hiányzott a színház sokunk életében, és nagyon örülünk annak, hogy közelednek most már azok a napok, hetek, hónapok, amikor újra járhatunk a Vörösmarty Színházba. Ez egy nagyon fontos kulturális közösségi tere a városnak, és nagyon sokan várják már azt, hogy itt az a munka zajlódjon és folyjon, amiért színház van egy nagyvárosban, és ami miatt a térségének is ez kiemelkedően fontos kulturális intézménye. Én nagyon örülök annak, hogy egy nyári színházzal is készül a Vörösmarty Színház, és nagyon örülök annak, hogy az elmúlt napokban a bérleteseknek megküldött levélben tájékoztatást kaptunk arról, hogy milyen módon lehet ebben a helyzetben akárhogy is nézzük, tornyosult bérleti struktúrát megoldva bérleti ajánlatot tenni a bérleteseknek. Én kérem, hogy ebben legyünk megértőek, és ezeket fogadjuk el. Ezzel egyébként a Vörösmarty Színháznak is nagyon-nagyon sokat segítünk, és hát az a bemutató terv, amit pedig itt bemutattak, úgy gondolom, az nagyon izgalmas és érdekes előadások.
sokat ígér nekünk a nyári színházra, és bérletben pedig az új évadra vagy évad szakaszra. Nehéz ezt ugye most pontosan meghatározni, hiszen az elmúlt év az nyilván senkinek nem úgy alakult, így a színháznak sem, ahogy a bérletezésnél annak idején ezt tervezték, de szerintem izgalmas és jó előadások várnak ránk. Egy részben megújuló színházba, ugye 2005-ben egy nagy átfogó felújítást kapott a Vörösmarty Színház, elnyerte azt a fajta belső tér elrendezését, amit mi most már így megszokhattunk, de hát azért ez a 15-16 év ez érezteti a hatását az épületen, óriási terhelés alatt van az épület. Nem csak a színház játszik itt, nem csak a zenekar, nem csak a balettszínház, hanem rengeteg kulturális közösségi oktatási programnak adott helyet a ház, és hát bizony most már ráfért a felújítás. Ez a technikára is igaz, és a közönség forgalommal érintett területekre is, és a Vörösmarty Színház szakemberei és a Városháza beruházási szakemberei egy felújítási programban állapodtak meg. Ez egy 160 millió forint körül összköltségű munka, és egyébként nem is feltétlenül minden részét tudjuk ezzel lezárni, tehát a következő években lesz még szükségünk ilyen fejlesztésekre. Részben a megemelkedett kormányzati támogatásból tudjuk ezt finanszírozni, részben önkormányzati forrásból, és egy látványos eleme már itt mögöttünk zajlik, ez a belső közönségforgalmi tereknek a felújítása, a festése, amit több mint 17 millió forint értékben tudunk most elvégeztetni. Ez május végéig el fog végződni. Nagy öröm, hogy a Pécs Mozaik cég, egy helyi cég az, aki elnyerte a beszerzési eljárást, és remélem jó minőségben, nagyon korrekt áron és határidőben befejezi ezt a munkát, és utána pedig vissza tudjuk adni a színházat teljes egészében az igazgató uréknak. Szikora János a színház igazgatója tájékoztatta a színházbarátokat a nyitás feltételeiről. A legfontosabb, hogy az elmaradt előadásokat az új évadban pótolják, illetve meghirdették a nyári színházat, amelynek négy helyszíne, a Nagy Színház mellett a Gorzium, a Szárazréti Színpad és a Bartók Béla tér lesz. Tulajdonképpen már most kinyithatnánk a hatályos jogszabályok értelmében, mégsem tesszük. Mégsem tesszük, mert amikor pótlásra kerülne egy előadás, akkor rendkívül sok galibát okoz az, hogy tulajdonképpen hogyan értelmezzük a ki- és beengedést, illetve maga a jogszabály elég egyértelmű, beengedhetjük azt, akinek van oltási igazolványa. Na de mit csinálunk azokkal, akiknek nincs oltási igazolványa, és ebben már tulajdonképpen az intézményvezetőkre van bízva a döntés, és jó magam konzultálva a munkatársaimmal úgy ítéltük meg, hogy a helyzet, tehát igazából csak egy rendkívül kaotikus megoldással tudnánk valamiképpen megoldani, tehát erről lemondunk, és éppen ezért a nyári színházat hirdettük meg, mint egy olyan eseménysorozatot, amelyre frissen kell jegyet váltani, és hát természetesen, miután mindenki tudja, hogy oltási igazolvány birtokában lehet majd megtekinteni az előadásokat legalábbis egy darabig, éppen ezért bízunk abban, hogy ezt a fajta terhet, tehát ezt a fajta különbségtételt, hogy most van igazolványom, vagy nincs igazolványom, ez a nyári színház eseménysorozat és a frissen meghirdetett jegyvásárlás, ez gyakorlatilag megoldja. Egy kicsit eltoljuk a jövőbe a bérletnek azt a problémáját, hogy mi lesz azokkal a bérlettulajdonosokkal, akik megvették a bérleteket és szeretnének színházba jönni, függetlenül attól, hogy van igazolványuk, oltási igazolványuk, vagy nincs. Bízunk abban, hogy a szeptemberben kezdődő, egyébként szeptember 6-án indulna az új évad, hogy a szeptemberben induló új évadra már az oltási igazolványoknak a problémája megoldódik, vagy pedig a járványügyi helyzet oldódik olyan mértékben, hogy ezekre a fajta megszorításokra nem lesz szükség. Minden esetre bízunk abban, hogy a nyári színház produkciói maradéktalan élményt adnak majd azoknak, akik már nagyon szeretnének színházba jönni. Bagó Bertalan prózai és Horváth Csaba fizikai tagozatvezető a következő évadról szólva elmondta, hogy az elmaradt előadások mellett kivételes évad vár a nézőkre, olyan új művek kerülnek a színre, amelyek méltóak a társulat eddigi bemutatóihoz. Meg annyi nagyívű tervvel készül a Vörösmarty Társaság, és erről beszélgettünk Bobori Zoltánnal. Köszöntöm a paletta nézőit.
Bobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke a vendégem, és nem másról beszélünk, mint hogy kinyílt a világ, vagy kinyílik rövidesen, bár ezt tapasztaltuk, hiszen számtalan verset olvashatunk online formában a Vörösmarty Társaság költői jóvoltából, illetve hát az elnökséged okán ezeket megosztod velünk, és óriási népszerűségnek örvend. És pontosan ezért, mivel hogy tudjuk, hogy rövidesen azért véget ér a koronavírus járvány, az enyhítések már bekövetkeztek részben, milyen terveitek vannak? Milyen terveid vannak? Hát a legaktuálisabb tervem, az pontosan ez a sorozat váltotta ki bennem, amikor is a Vörösmarty Társaság tagjainak a verseiből készített összeállítást bemutatni akarva ezt a fehérvári szép verseket, mert hogy ennek a bemutatója annak idején az ismert okok miatt elmaradt. Tehát úgy gondoltam, hogy ebből a könyvből egy ízelítőt lehetne adni a Vörösmarty Társaság tagjainak, és hát talán abban is bizakodtam, hogy majd a tagok ezt esetleg megosztják másokkal, más versszerető emberekkel. Így is történt egyébként, és be kell vallanom, hogy hát talán nem veszi a néző szerénytelenségre, de olyan nagy sikere lett ennek a sorozatnak, hogy minden nap úgy éreztem ezeket a reakciókat olvasva, és a dicséreteket olvasva, hogy minden alkalommal, minden napra egy Kossuth díj volt ez nekem. Rendkívül nagy öröm, és hát persze volt olyan, aki azt mondta, hogy többet ne küldjek ilyet, de ez két esetben fordult elő. Az esetek nagy részében, sőt, hát azt mondhatom, hogy majdnem mindenki nagy örömmel fogadta, és ez arra bátorított, hogy a szintén bemutatásra váró prózakötetünket, a Kötéltán című prózakötetünket is így megosztanám a nézőkkel, illetve az olvasókkal, és hát azt is tudni kell azért erről a kötetről, hogy kiderült a kiváló fehérvári költőgárda, ezt őszintén mondom, és nagyon büszkén mondhatja minden fehérvári, hogy az országban kiemelkedő költőgárda van Székesfehérváron, és ez különösen az utóbbi hónapokban erősödhettünk meg, amikor az ország szinte valamennyi, sőt a határon túli irodalmi folyóiratokban is rendszeresen jelen vannak a fehérvári költők. Ez a sorozat is, amikor hát naponta olvashatta az érdeklődő ezeket a verseket, akkor ez a sorozat is meggyőzött engem. Olyan kiváló véleményeket mondtak az adott versről az olvasók. Egyébként ez abszolút megerősítést jelent, hogy Székesfehérváron továbbra is szükség van, mindennél jobban szükség van a versekre egyik oldalról, másik oldalról pedig, hogy az online térben is el lehet helyezni a költészetet. Igen, én mondjuk kevésbé, én nagyon bízom abban, hogy az online térből visszatérünk majd a Vörösmarty terembe. A személyes találkozásnak varázsa van, azt tudjuk. Igen, de ugyanakkor ez a lehetőség, hogy reggelente azzal ébredtek a társaság tagjai, hogy megkapták a küldeményemet, egy verset a társaság tagjaitól, akkor ez másfajta, de élmény volt számukra, másfajta, mint hogy este elmegyünk a Vörösmarty terembe, és egyelőre nem, mert életveszélyes a terem, hát tudjuk, nincsen otthonunk, de talán ezért is fontos, hogy a prózai írásokat is megosszam így a Vörösmarty Társaság tagjaival, abban a reményben, és azt kérve mindenkit, hogyha valóban tetszik egy-egy novella, akkor azt küldjék tovább az ismerőseiknek, vagy az irodalom kedvelőknek. Ezen túl
ezen túl... Mi vár a költészetet, irodalmat kedvelőkre? Igen, hát, de nem csak a költészetet, hanem a képzőművészetet kedvelőknek is, ugyanis összeállítottuk az elmúlt, vagy a következő évnek a programját Lakner doktorral, és hát nagyon érdekes, azt is mondhatnám, hogy kuriózum számba menő kiállításaink és rendezvényeink lesznek. Egyet föltétlen ki kell emelni, ez pedig a 80 éves Vén Zoltánnak szeretnénk egy életmű kiállítást ősszel. És van egy nagyon jó kezdeményezésünk néhány évvel ezelőtt a Vörösmarty Társaság és az Áron Nagy Lajos Művészetbarát kör tagjainak a birtokában lévő képzőművészeti alkotásokból egy kiállítást. Ami biztosan emlékszel rá, az volt a lényege, hogy mutasd meg az otthonodat és megmondom, ki vagy. Tehát ebben én hiszek, hogy valóban így van, és azt is tudom, hogy a társaság nyilvánvaló, hogy a képzőművészet iránt érdeklődő tagok otthonában nagyon sok, nagyon értékes képzőművészeti alkotás található, és ezt szeretnénk most bemutatni, kiállítani. A régóta dédelgetett tervem pedig azt mindenképpen ebben az évben meg szeretnénk oldani, hogy az elmúlt 30 évben a Vörösmarty Társaság által kiadott könyveket bemutatnánk. Egy nagyon reprezentatív, látványos, szép bemutató keretén belül, amit természetesen élő szóban elhangzott irodalmi élmény is színesíti majd, tehát az kiállított könyvekből folyamatosan fogunk felolvasó esteket tartani. Van egy régi adósságunk, ez önhibánkon kívül húzódik ez a dolog, a Kudor Ferencnek a tulajdonképpen az életművét szeretném bemutatni és emlékeztetni rá. Csak a kedves nézőink nem tudják, egy fantasztikus képzőművész, erdélyi származású, Bánfi Hunyadi barátunk, aki néhányszor tragikus hirtelenséggel elhunyt. Igen, pontosan, ezek nagyon alapvető szavak, ez a barátság, és hát a Ferire nagyon sok szeretettel, Sági Pista, te kollégád, nagyon lelkesen támogatja ezt a dolgot, és én remélem, hogy őneki is ígérem azt, hogy ezt meg fogjuk valósítani. Hát reménykedünk abban, hogy lesz ünnepi könyvhét, elmaradt könyveket szeretnénk bemutatni, ha addig nem, akkor az ünnepi könyvhéten elmaradt a vár legutóbbi két számának a bemutatója. És hát itt van a határon túli magyar irodalom napjai ősszel, amit minden körülmények között meg fogunk tartani, ezt most már elhatároztuk veled együtt, hogy ezt föltétlenül megcsináljuk, vagy a Vörösmarty vacsorát, és egy nagyon praktikus tervünk van, több okból is. Egyrészt az, hogy a helységünk olyan állapotban, és az ott található könyvek sorsán tudunk nagyon hasznosan segíteni azzal, hogy meghirdetünk egy könyvvásárt a Vörösmarty Társaság elmúlt 30 évének a kiadványaiból, és ennek a könyvvásárnak a bevételét ezt nagyon szeretném most vastag betűvel kihangsúlyozni, hogy ennek a bevételét a tervezett és álmodott és remélhetően megvalósuló Makovecz templom fölépítésére szeretnénk az alapítványnak, a Makovecz alapítványnak fölajánlani. Bármilyen összeg is jön ezekből a könyvekből össze. Hát persze nagyon, nagyon, nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mint mindenki, és a munkánkat, ami van, tehát most is, munka folyik. Elsősorban azzal nagyon fáradtságos, és hát tényleg sok időt meg energiát fogyasztó munka, hogy próbálunk a különböző pályázatokon részt venni és nyerni,
hogy legyen jövőnk, legyen pénzünk. Tehát a jövőkép az megvan. Megvan. Én azt gondolom, sok munka vár ránk. Sok munka vár rátok, ehhez kívánok erőt, egészséget, ihletet természetesen. Én bízom benne, hogy visszatér a régi rend, és továbbra is látogathatjuk a Vörös Marti Társaság rendezvényeit. Szükség van már rá, nagyon is. Zolikám, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Megnyitott a kapuit az igéző, a koronavírus járvány utáni első dalest vendégei, Kópiás Gabriella és Fornai Miklós sanzonokkal köszöntötték a hallgatóságot. Valóságos tavaszi igézettel nyitotta meg kapuit az igéző. Kópiás Gabriella és Fornai Miklós egy igazi, varázslatos dalesttel köszöntötte a sanzonok szerelmeseit. Edith Piaf, Karádi Katalin és Marlene Dietrich a műhaj valaha volt legnagyobbjainak megidézésével különleges világba kalauzolták el hallgatóikat. Azt hiszem, hogy ezzel születtem, ez a véremben van, a génjeimben van. Annyit kell tudni, hogy a sanzon énekesnők általában nem a koloratúráikkal pontoznak, hanem azzal érik el a hatást, hogy a saját sorsukról énekelnek, hogy mélyről jöttek. Gondoljunk Edith Piafra, gondoljunk Karádi Katalinra, illetve ez a generáció megélte a világháború borzalmait, és mégis sikerült nekik reflektorfénybe kerülniük, tehát egy nagyon széles érzelmi skálát tudnak mutatni a dalaikkal. Azért gondoltam, hogy ötvözném a francia sanzont és a magyar sanzon világát, mert egyrészt a magyar néplélekben is van egy olyan dramatika, amivel tudunk kapcsolódni a francia dalok dramatikájához. Másrészt pedig a francia dalokban van egy olyan arca is, amire azt mondhatnánk, hogy felhőtlenség. És ezt talán nem ártana nekünk is tanulni egy kicsit, hogy lehet egyszerűen örülni annak, hogy a víz felszínén rezeg a fény. Hogy egyszerűen van olyan, amikor az ember csak úgy mélyet lélegez, és szimplán csak úgy örül annak, hogy létezik. Azt gondolom, hogy ez a műfaj gyógyítani tudna bennünket. A látszólagos könnyedség mögött valódi, mély érzelmek bújnak meg, és ez rendkívüli felelősséget ró a zongoristára is. Zongoraművészként igazából a szöveggel is kell, hogy foglalkozzak. Tehát, hogy nekem nagy szerencsém van a Gabival, hogy van ez a közös együttműködésünk, mert nagyon soha nagy hangsúlyt fektető is a szövegre, és én azt gondolom, hogy nekem zenészként, annak ellenére, hogy én a hangok és a zongora mögött ülök, ugyanúgy oda kell figyelnem a tartalomra, és azt gondolom, hogy a sanzonoknak igazából a nagy súlya az a szövegben van, ahogy a Gabi is elmondta az előbb, és erre nagyon igyekszem én is. Amikor mély tartalmú zene van, akkor én is igyekszem egy kicsit beleélni magam és úgy zenélni. Estén újra bebizonyosodott, a fehérváriak már éhesek a fajsúlyos kulturális rendezvényekre, és az igéző első találkozója megerősítést hozott, az előírt távolságtartás a dalokra és a befogadó hallgatókra bizony nem vonatkozik. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!